takarékoskodnak Székelyföldön, szakértők szerint azonban hasznosabb lenne a régiónak, ha befektetésekre szánnák a pénzt. Megszületett a klímaegyezmény, történelmi megállapodással ért véget az ENSZ párizsi klímacsúcsa. Diákoktól diákoknak, a helyi tanintézményeknek készítenek iskolapadokat a Nagyváradi Műszaki Kollégiumban. Köszöntöm Önöket a Híradóban! Megkezdődött a 2016-os országos és társadalombiztosítási költségvetések vitája a parlament két házának együttes ülésén. A tervezett szövegét és a módosító javaslatokat a hétvégén már áttárgyalták a szakbizottságok. Az RMDSZ frakciójának ülésén arról egyeztettek a szövetség honatjai, hogy milyen álláspontra helyezkednek a végső szavazáskor. Az ülést követően Táncos Barna szenátor híradónk stábjának elmondta, számos bírálat hangzott el a frakcióban. Az RMDSZ honatjai keveslik a beruházásokra szánt pénzt, ami pedig az önkormányzatoknak visszaosztandó összegeket illeti. Nem világos, hogy ki mennyiből gazdálkodhat. Teljes a köd 2015-höz hasonlóan. Valószínű, hogy a 2016-os évet is fogjuk zárni, hogy mindenki, akinek pénzre volt szüksége, megkapja azt a pénzt, és finanszírozni tudja a beruházásait az önkormányzat működésével, se lesz probléma, de ma a képlet az nem így néz ki, és egy biankont adunk gyakorlatilag a kormánynak akkor, amikor megszavazzuk a költségvetést. Hozzátette, úgy érzékelik, a jó indulat megvan a kormányban, ezért meg fogják szavazni a tervezetet, még akkor is, ha van 2-3 fenntartás ezzel kapcsolatosan, amely komoly vitára adhatna okot. Átlépte a 4,50-ban is lélektani határt az euró árfolyama. A Román Nemzeti Bank középárfolyama hivatalosan 4,53-bani volt pénteken. Hétfőre javult valamennyit a lej, de maradt a 4,50-ban is határ fölött. A Román Nemzeti Valuta utoljára januárban állt ilyen magas szinten, amikor a svájci frank árfolyama körüli botrány miatt emelkedett meg a közös európai pénz értéke. Azóta azonban az év során az árfolyam 4,40 és 4,45-bani között mozgott. Az euró árfolyamának növekedését a gazdasági szakértők régóta előrejelezték. A mostani növekedés azonban az ünnepek közelettével megnövekedett költekezési kedvel is magyarázható. A megvásárolni szándékozott javak jelentős része ugyanis importból származik. Rendkívül takarékos a székelyföldi megyék lakossága, ugyanis a banki betétek értéke meghaladja a felvett hitelek összegét. Ez derül ki a Román Nemzeti Bank jelentéséből. Szakértők szerint azonban a régió gazdaságának az használna, ha inkább befektetésekre fordítanák a megtakarításokat. Országos szinten Hargita, Kovászna és Maros megye lakossága tud a legjobban spórolni. A Bénéri kimutatása szerint Hargita megyében 1,9 milliárd lej takarék mellett mindössze 1,1 milliárd lej hitelt vettek fel a megyebeli lakosok. Kovászna megyében 1,2 milliárd lejt spóroltak meg a pénzintézetekben, míg a felvett hitelek értéke 800 millió lej volt. A Maros megyeieknek októberig 5,2 milliárd lej megtakarítása volt a bankban, míg a felvett hitelek összege alig érte el a 3,5 milliárdot. A romániai gazdaságra nézve a takarékosság nem feltétlenül pozitívum, csak abban az esetben, ha a hitelek a beruházás irányát veszik, mondja Diósi László. Ami azt mutatja, hogy a Hargita, Kovászna és Maros megyeiek azok mindenképpen sokkal jobban szeretnek megtakarítani, sokkal inkább szeretik biztonságban látni magukat, hogyha van milyen hosszabb távú tartalékuk, mint eladósodni. Mi persze szeretnénk azt is, hogyha több hitelt vennének föl, de mindenféleképpen azt elmondhatjuk, hogy jobb lenne ezekben a megyékben is, hogyha a fejlesztések egy részét hitelből tudnának megvalósítani, hiszen akkor sokkal gyorsabban lehet előre menni, mint saját tőkéből. A híradónknak nyilatkozó Ládai Zoltán szerint előrelépés az, hogy a székelyföldi lakosok képesek pénzt megtakarítani. A gazdaságtant oktató pedagógus szerint a diákokat is mindig az észszerű pénzügyi fegyelemre próbálja rábírni. Külön ilyen fejezetek vannak, hogy saját költségvetés kivitelezése, és ők ezt megtanulják, hogy milyen állandó kiadások vannak, milyen változó kiadások, milyen kiszámíthatatlan, előre nem látható kiadásaik vannak, és ők ennek tudatában gondolják el a holnapjukat. A romániai takarékossági lista ellenkező oldalán egyébként Gorzs megye áll, ahol 171%-os hitelbetét arányt mutatott ki a jegybank. A legjobban eladósodott megye lakosai 2,7 milliárd lej kölcsönt vettek fel,
letétben viszont csak 1,6 milliárd lejt helyeztek. Történelmi megállapodással ért véget az ENSZ párizsi klímacsúcsa. A dokumentum aláírásával 195 ország, köztük az Amerikai Egyesült Államok, Kína és India vállalja, hogy jelentős mértékben csökkenti a károsanyag kibocsátást. Több mint 1 milliárd ember nehezen jut ivóvízhez, percenként több hektárnyi erdőt vágnak ki, és a fosszilis energiahordozók kitermelése is rombolja a környezetet, ezzel egy időben pedig vészesen fenyeget a globális felmelegedés. A jelenlegi környezetszennyezés szintje már fenntarthatatlan, mitől előbb-utóbb egy újabb, de másfajta migránsválsághoz is vezethet. Ami a klímaváltozás migránsait illeti, menekültjeit illeti, sok százmillió lesz a következő 10-20 évben, akik azért fogják elhagyni a földjüket, a hazájukat, mert egyszerűen vagy sivatag lesz ott, vagy egyszerűen minden évben olyan szélsőséges időjárás lesz, ami ahhoz vezet, hogy ugye árvizek, különböző földrengés. A helyzet orvoslására a párizsi klímacsúcson kereste a választ a 195 résztvevő ország. Bár a tervezetnél egy nappal később, de végül elfogadták minden idők egyik legfontosabb dokumentumának a szigorított változatát. A globális klímavédelmi egyezmény értelmében vállalták a hőmérséklet növekedés 2 Celsius fokra történő mérséklését, a megállapodás kiirdetését óriási taps követte. A párizsi klímamegállapodással kapcsolatos dokumentum kapcsán látom, hogy pozitív a hangulat. Nincs ellenvetés, így a párizsi klímamegállapodást elfogadottnak tekintem. A megállapodás másik fontos eleme, hogy a világ vezető hatalmai vállalták, hogy 2020-ig évi 100 milliárd dollárt fordítanak éghajlatvédelmi célokra. Konkrétan ebből finanszíroznák a kevésbé fejlett országok klímacéljának elérését és a klímaváltozás által sújtott országok kártalanítását. Az összeget 2020 után tovább emelnék. A dokumentumból az is kiderül, hogy 2018-tól 5 évente fogják vizsgálni, hogyan állnak az országok a káros anyagok kibocsátásának a csökkentésével. A megállapodás egyben esélyt ad arra, hogy 2050-re a fosszilis energiahordozókról megtörténjen az áttérés 100%-ot megközelítő megújuló energiára, ez pedig akár a 1,5 Celsius fokos felmelegedési küszöbértéket is tartani tudná. Föld alatti szemétárolókat vásárol Marosvásárhely polgármesteri hivatala. A vonatkozó közbeszerzést 5 millió lejre értékelték, ezzel egy időben továbbra is döcög a megyeközponti hulladékkezelési szolgáltatás. 173 föld alatti szemétároló beszerzésére hirdetett versenytárgyalást a Marosvásárhelyi Városvezetés. Egy egyszerű számítás azt mutatja, hogy egy ilyen légmentes föld alatti kuka értéke eléri a 28 ezer lejt, azaz darabjáért 6400 eurót hajlandó fizetni a város. Az új föld alatti szemétárolókat első fázisban a városszéli utcákban helyezik el, ahol gyakran előfordul, hogy felborítják a hagyományos kukákat. Március-április végéig felszereljük az első, hozzávetőlegesen 30 föld alatti szeméttárolót. Korábban ugyanilyen konténereket 5500 euróért vásároltak. Már akkor felvetette néhány önkormányzati képviselő és lakotársulási vezető, hogy a kukák túl költségesek. Marosvásárhelyen 2013-ban szerelték fel az első két ilyen föld alatti szeméttárolót. Ennek űrtartalma 7 köbméter, ami 7 jelenleg használt konténer űrtartalmának felel meg. A hátránya azonban a borsos ár mellett az, hogy nem teszi lehetővé a szelektív hulladékgyűjtést. Ugyanakkor továbbra sem született döntő áttörés a marosvásárhelyi hulladékkezelésben. A szolgáltatásra még nem írta ki versenytárgyalást, bár erre vonatkozóan van tanácsi határozat. És a városvezetés álláspontjából már a döntést követően arra lehetett következtetni, hogy a versenytárgyalás nem fog lezajlani az elkövetkező másfél hónap alatt. Mi több ismét a megyei tanács udvarára dobják át a szemétszállítás felelősségét, csak hogy a megyei önkormányzat ügykezelésében lévő integrált hulladékgazdálkodási rendszer sem működik még. Zöld hulladékból fűtőanyag, környezetbarát géppark és új munkahelyek. Lezárult a Lókodi Ifjúsági Alapítvány zöld hulladékgazdálkodási projektje. Az eredményekről és a jövőbeli tervekről sajtótájékoztatón számoltak be a kezdeményezők. A projekt legfontosabb célkitűzése az volt, hogy ne a szabadban, a legelőkön vagy a kertekben égessék el a zöld hulladékot, hanem ledarálva biomasszaként fűtőanyag legyen belőle. A 200 ezer eurós projekt tavaly márciusban indult és beváltotta a hozzáfűzött reményeket, mondják a szakemberek. A Lókodi géppark kiépítése új munkahelyeket is jelent. Számos embernek tudtunk a faluban, illetve a környező falvakban munkát adni,
és én azt hiszem, az is nagyon fontos, hogy az a rengeteg zöld hulladék, ami a legelő erdőkön van, azért az most egy jó helyre került, tehát iskolák, illetve az alapítvány épületeinek a fűtésére szociális hatása és környezetvédelmi hatása mindenképpen jelentős. A LIA alapítványnál előállított biomasszából a Bányai János Műszaki Kollégium és a Homolódszentpáli tejgyár is vásárol, hangzott el a sajtótájékoztatón. A projekt része volt egy 3 lépcsős képzés is, ahol a közbirtokossági tagokat arra buzdították, hogy pályázzanak és vásároljanak ők is környezetbarát biomasszás kazánt. Zetelakán és Homolódszentmártonban is megvalósulni látszik egy a Lókodihoz hasonló kezdeményezés. 200 iskolapadot készítenek el a Nagyváradi Műszaki Kollégium diákjai a helyi tanintézményeknek. Az ötletet a Váradi önkormányzat is felkarolta, egyrészt azért, hogy támogassa a szakképzést, másrészt anyagi okokból. A padok elkészítését ugyanis a diákok gyakorlaton végzik, itt csak a faanyagra kell költeni. Készülnek az új iskolapadok a nagyváradi iskolák számára az András Sagona Műszaki Kollégium műhelyében. Először a lábakat méretre vágjuk szabvány szerint, aztán a farészüket ki kell faragni, ki kell dolgozni, azokat le kell csiszolni. Csiszolás után jön a festés, festés után aztán összeszereljük a padokat. Így megtanuljuk akár a kulcsoknak, akár a szerszámoknak a munkálati használatát. Eddig 15 padot adtak át a sportiskolának, évvégéig további 185-öt gyártanak le. A Műszaki Kollégiumban így évvégén nagyobb hangsúlyt kap a gyakorlati oktatás. A nagyváradi önkormányzat a faanyagot biztosítja. A műhelyeinkben mindig biztosítva van az anyag, amivel a diákok dolgozhatnak, begyakorolhatják. Ezáltal azokat a műveleteket, amelyek a technikai ismeret órákon elsajátítanak. Ilyen egyszemélyes keskenyebb padokat igényelt a nagyváradi Szacsua Imre általános iskola. A 125 éves tanintézetben folyamatosan helyhiánnyal küszködnek. Legutóbb a tanári szobát alakították át tanteremmé, ám a 2-3 személyes régi padok alig férnek el. A kicsi osztályokban sokkal nehezebb a közvetlenséget megvalósítani a gyerekek között. Nem tudok közéjük menni, nem tudom ellenőrizni úgy a munkájukat, ahogy azt a többi osztályban ezt meg tudom tenni, hiszen a többi osztályban közéjük tudok menni, meg tudom nézni a házi feladatukat, itt pedig nagyon nehéz közéjük férkőzni, sőt a gyerekeknek is nagyon nehéz kijönni a táblához. Az iskola 2 héten belül megkapja a 41 új egyszemélyes padot. Ez növeli majd a diákok komfortérzetét, és hatékonyabbá teszi az oktatást is. A nagyváradi önkormányzat a jövőben is támogatná, hogy a Váradi Műszaki Kollégium diákjai készítsék el a tanintézetek bútorzatát. Adventi rendezvények és összművészeti fesztivál, nézzük a híradó további témáit. Ünnepre hangolva, adventi rendezvények zajlanak ebben az időszakban Erdély szerte. Újzárt Sepsi Szentgyörgyön 3. alkalommal szerveztek kortárs összművészeti fesztivált 3 szék központjában. Karácsonyi dalokkal, kézműves foglalkozásokkal, előadásokkal és koncertekkel várták a kicsiket és nagyokat a Csíkszeredai megyeházán, az Advent a családban elnevezésű rendezvénysorozat részeként. Az Advent a családban címmel szervezett rendezvény keretében kézműves foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek, karácsonyi üdvözőlapot és díszeket készíthetnek, illetve mézes pogácsát díszíthetnek. A szülők is bekapcsolódhattak a tevékenységekbe, vagy előadásokon is részt vehettek ez idő alatt. Ma egy karácsonyváró eseményt szervezünk, Advent a családban címmel, amelynek keretében lesznek kézműves foglalkozások a gyermekeknek. Itt fafaragást tudnak kipróbálni, hangszereket tudnak kipróbálni, kézműves foglalkozások, karácsonyfa, dísz készítés lesz, illetve rajzolni is tudnak a gyermekek. Párhuzamosan a gyerekprogrammal a szülőknek előadásokat tartunk. A Hargita megyei művészeti népiskola közreműködésével fafaragást és agyagozást is tanulhattak a gyerekek. Nagyon szeretik a gyerekek, hiszen ez egy természetes anyag, nem a gyurmával, a passzerinnal talál. Ugye ennek az agyagnak a mintájára készítették el a gyurmákat, de ez természetes anyag, gyógyhatása is van, és a gyerekek nagyon szeretik, mivel hogy képlékeny az agyag, de saját kezüleg is készíthetnek itt
a saját elképzelésük szerint formákat. A karácsony elképzelhetetlen mézes kalács nélkül, így a kézműves foglalkozáson természetesen a mézes kalács díszítés is helyet kapott. Bennél az asztalnál mézes kalács írás zajlik, amelyik a gyermekek örömét elsősorban szolgálja, hangulatot teremt a karácsonyi várakozás idejére, és ugyanakkor a rajzolási technika alapjait is lerakhatja. A programkavalkád részeként a foglalkozások során elkészített díszekkel a gyerekek közösen feldíszítették az intézmény karácsonyfáit. Javában zajlik Kolozsváron a Magyar Napok első téli kiadása. Az ünnepi készülődésben sokan szakítanak időt a gyerekprogramokra, koncertekre és más kulturális és szórakoztató rendezvényekre. A hétvége folyamán is bőven volt miből válogatniuk a Kincsesváros lakóinak, akik szép számban látogattak ki a Kolozsvári Magyar Napok téli fesztiváljára. A Farkas utcai református templom kerengőjében Kós András szobrászművész alkotásaiból nyílt kiállítás, de nagy népszerűségnek örventek a gyerekprogramok és a különböző műfajú koncertek. A templom és a sportcsarnok egyaránt megtelt. Én úgy látom, hogy azért szép számban érkeznek a nézők is. Mi örvendünk, mert ezért csináltuk, és nyilván szervezőként ez stimulál minket, hogyha van visszajelzés, és jön a közönség. Az első alkalommal megszervezett téli fesztivál nem csak a legfiatalabbakat és családosokat mozgatja meg. A rendezvényt mindenki jó ötletnek tartja. Nagyon jó, nagyon örvendünk, lenne a jövő évben is. Engem egy jelen pillanatban a koncertek érdekelnek, mert érképzben dolgozom, és máson nem tudok részt venni. Na, hát nagyon sajnálom, de jó ötletnek tartom. Én nagyon örülök neki, köszi szépen, én most csak ide csöppentem a lányaimhoz, hát most élek a lehetőséggel. A Kolozsvári Magyar Napok téli kiadása december 20-áig tart. A rendezvénysorozat teljes ideje alatt naponta, főleg délutánonként vannak programok. Sok kolozsvárit sikerült megmozgatni az első Mikulás futás alkalmával a szervezőknek. A jótékonysági sporteseményen összegyűlt pénzösszeget egy nappali központ megsegítésére fordítják, ahol több mint 40 gyerekkel foglalkoznak. Közel 5000 Mikulás sapkás résztvevő gyűlt össze Kolozsvár főterén, hogy jótékonysági céllal részt vegyen a Kincsesvárosban megszervezett első ilyen jellegű eseményen. A szervezők a jókedvről is gondoskodtak, a piros-fehérbe öltözött tömeg a futás előtt közösen edzett, majd leszaladták a megadott távot, hogy ezzel rászoruló gyerekeknek is segítsenek. A központ adminisztrátora elmondta, olyan rászorult helyzetben vannak, hogy a gyerekek közül sokaknak megfelelő cipője sincs, ezért első alkalommal, amikor találkoztunk, cipőt kértek tőlünk. Hogyha elégséges összeg gyűl össze arra, hogy minden gyereknek jusson egy új lábbeli, annak nagyon örülnénk. A résztvevők örömmel adományozták a belépő 30 lejt. Sokan voltak, akik csak adománnyal járultak hozzá a gyerekek megsegítéséhez, de nem vettek részt a szaladáson. Szoktam szaladni más versenyeken is. És most ezt így szerettem segíteni a gyerekeken is, de ugyanakkor szeretek szaladni is. Úgyhogy kettő összejött, és nyerés mindenkinek. A rajtnál valamennyi korosztály jelen volt, még babakocsival is leszaladták a néhány kilométeres távot. Többen munkatársakkal közösen vettek részt a vidám hangulatú eseményen. Az év utolsó futása, igazából ez egy ilyen vicces futása, együtt a kollégákkal egy jó alkalom arra, hogy lezárjuk az évet közösen. A központba járó gyerekeknek a szervező egyesület veszi majd meg az adományokat. Az eseményen összegyűlt mintegy 8000 lejből a cipők mellett ruhára és tanszerre is juttatnak. Elkezdődött a sí szezon a Madarasi Hargitán. Szombattól már a felvonók is működnek naponta 10 és 16 óra között. Változott a bérletrendszer és drágult is egyben. A félnapos bérlet helyett idéntől 2 vagy 4 órás jegyet lehet váltani, 35 illetve 55 leért. Emellett egy vagy több napos, illetve szezonbérlet is váltható. A főszezon december 21-e és március 20-a között tart. Januárban kedvezményekkel várják a látogatókat. Jelenleg 40-50 cm a természetes hóréteg vastagsága a Madarasi Hargitán. A hagyomány évének jegyében tartották meg a harmadik pulzált kortárs összművészeti fesztivált Sepsiszentgyörgyön. Az eredetileg szeptemberi fesztivált a szervezők idén decemberre időzítették, az Európai Kulturális Fővárosi címért folyó verseny első rostájának eredményhirdetéséhez kapcsolták.
A Székelyföld nevében pályázó város nem került be a második fordulóba, ez kissé rá is nyomta bélyegét a rendezvény hangulatára. Újra gondolt varrottasok, kenyérműhely, kollektív olvasás, kamaszoknak szóló táncelőadás, meg annyi izgalmas probléma felvetés, régi formák újraértelmezése a művészet nyelvén. A Sepsiszentgyörgyi Pulz Art Fesztivál szervezőinek már eleve az is különleges kihívást jelentett, hogy a tematikus évekhez kapcsolódó fesztiválon a hagyományt kellett a kortárs művészetekre rímeltetniük. Ugyanakkor a decemberi időpont épp a rendezvény egyik erősségét vette vissza, hideg időben nehezebb helyszínként használni a köztereket. A legnagyobb érdeklődést a Szerb Nemzeti Színház Iván Illics halála című előadása váltotta ki, illetve az Arifa világzenei koncert és a Borbédres kvartett, ez volt a három leglátogatottabb programja. Viszont az íróolvasó találkozókon is a könyv Óra Vett címrén Tóth Krisztinán is a szép számban jelen voltak, a kiállításokon, tehát volt egy jelenlét, viszont előző évekhez képest érzékelődött az, hogy a decemberi hónap az úgy meghatározza a jelenlétet is. A négy napos fesztivált idén azért tartották szeptember helyett decemberben, mert ekkor dőlt el, hogy az Európa Kulturális Fővárosa címre pályázó városok közül melyek kerülnek be a második fordulóba. Az esélyesnek tartott Székelyföld nevében pályázó Sepsiszentgyörgyöt a zsűri végül nem juttatta tovább. A Pulz Art Fesztivált jövőre ismét szeptemberben szervezik. Remekeltek a párbajtőrözők az ifjúsági Európa kupán, sporttal folytatjuk a híradót. Nagyszabású harcművészeti sporták bemutatót tartottak Csíkszeredában. Az eseményen a küzdősportok mellett szabadidős sportágakat is láthattak az érdeklődők. Formagyakorlatot és közelharcot is láthattak a csíkszeredaiak a hétvégi harcművészeti bemutatón. A keleti küzdősportok közül talán a kendó vonzotta a legtöbb érdeklődőt, ez a sportág ugyanis a japán kardvívás harcművészete. Az ökölvívás vagy kickbox is népszerűnek bizonyult, és mint kiderült, nem feltétlenül férfias sportág, hisz a színpadon kislányt is láthattunk. A rendezvény célja a népszerűsítés. A rendezvény célja bemutatni, megismertetni, népszerűsíteni Csíkszered a harcművészeti klubjait és szabadidős sportjait. 11 sportágról van szó, ismert klubok, edzők, nemzetközi versenyeken aranyérmes díjazott sportolókról van szó. A harci sportok mellett a szabadidős tevékenységek is szerephez jutottak, így például aerobik, kangu és jump nevű mozgásformákat is színpadra vittek. A brazil női kézilabda válogatott nem védi meg világbajnoki címét, mivel a nyolcaddöntőben 25-22-re kikapott Romániától. Paula Ungureanu kapussal nem bírtak a brazilok, és Románia továbbjutott. A negyeddöntőben Dánia lesz az ellenfél, Magyarország ma este Lengyelországgal mérkőzik. Ifjúsági Európa kupát nyert Schlier Zsuzsa párbajtőröző, a marosvásárhelyi sportoló mellett a fiúk is remekeltek, a szatmárnémeti Macska Ádám második, a marosvásárhelyi Bíró Dávid pedig harmadik lett. Hatalmas sikert ért el a marosvásárhelyi ISK vívószakosztálya Koppenhágában. Szabó Zoltán tanítványai az európai körverseny dániai állomásán léptek pástra, és Schlier Zsuzsa révén romániai győzelem született. A fiúk is keményen küzdöttek, ketten is dobogóra állhattak. A vívó szakosztály legjobb eredményei, mióta megvan a vívó szakosztály a sportiskolánál. Zsuzsi szenzációs vívással megnyerte a európai kadett körversenyt. Gratulálok én most ezen keresztül neki, és Bíró Dávid is nagyon ügyesen vívott. Említésre még annyit mondanák el, hogy 148 indulóból lett Zsuzsi az első, és Bíró Dávid 187 sportolóból lett a harmadik. Hozzátette, reméli ezek a sikerek a jövőben is folytatódnak, és sportolói motivációja nem lankad majd, hisz mindannyian nagyon tehetséges vívók. Ez volt a híradó, mutatjuk a keddi időjárás részleteit, viszontlátásra!